Köszöntjük őket, és örülünk, hogy elfogadták a meghívást. Elsőként arra kérem, hogy beszéljenek arról, hogy hogyan indult a pályájuk, hogyan választották ki a szakmájukat, illetve hogy miért éppen azok lettek, amik. És kérem Macsonyi elnöktől, akkor ő kezdje. Hát nagy szeretettel köszöntöm a lelkes tanulói ifjúságot. Jól esik, hogy 4 év után, amióta nyugdíjas lettem, közben-közben azért találkozhatok ifjakkal, és ez tartja bennem valamennyire az ifjúságot, de hát ezt persze csak bunyosan mondom. Hát, miről is szóljunk? Hát arról, hogy tanári betegség, hogy nem tudok ülve beszélni, mert 43 évig állva gyakoroltam a szakmát, főleg azért, hogy a hátsó sorban lévőket is jobban lássam, és tudjam fegyelmezni tekintettel a zabókat, mert én ott tanítottam, nem egyetemen. Hát, miről beszélünk? Hogy indult a szakma? Nem hiszek a véletlenekben. Én azt mondom, hogy minden valahol ki van pontozva, az egész életem ezt bizonyította, és most is bizonyítja. Annak idején, amikor 6-os voltam, akkor dr. Szántusz János volt a természetrajz tanárom. Tudni kell Szántusz Jánosról, hogy az ő nagyapja alapította a budapesti állatkertet, a dén nagyapja pedig egy híres utazó volt, egyesek szerint ő volt Old Shatterland. Így szól a rege. Na most ez a híres ember, ez az ifjabb dr. Szántusz János egy roppant lelkes biológia tanár volt, és engem érdekelt az élővilág, ezt ő észrevette, és úgymond szárnyai alá vett, és nem egyszer elvitt csoportosan kirándulni, de az volt a legnagyobb megtiszteltetés, amikor ketten mehettünk. A nagy Szántusszal mentem kirándulni. Hát én olyan büszkén hordtam a fejemet, hogy az iskolába azt mondták, hogy na hát bedivizett ez az ember, de hát Szántusszal menni az valami nagy dolog volt. Aztán megjelent neki egy csodálatos könyve, a természet kalendáriuma. Hát ez nekem egy olyan biblia volt, most is megvan, de rongyá olvastam, mert kirándulásokon is mindig velem volt. Amit ő ott leírt, az olyan szent volt, hogy az nem igaz, mert azt mondta, hogy ki kell menni a Pecska völgyébe, és ott kövületeket lehet találni. Akkor én rögtön egy geológus kalapácsot készítettem magamnak, mert hosszú nyele kellett legyen, és egyedül kimentem a Pecska völgyébe, és ott a kövületeket de összegyűjtöttem, akkor vittem Szántusznak, hogy az vajon micsoda. Tehát ez volt az indulás. Utána volt egy másik tanárom, sajnos, hogy ő sem él már, Györfi Sándor, kiváló ember volt ő is. Ő egy olyan kicsit, hogy is mondjam, szóval mi fiúk nagyon szerettük, mert volt benne egy olyan, hogy na, mi van Tati, mi van Tati, például ez volt a szavajárás. Egy olyan közvetlen ember volt, szigorú volt egyébként. Na és én akkor már eldöntöttem 8-ba, hogy én egész biztos, hogy természetrajzos leszek, biológus. Ennek volt azért egy hátránya, humánt végeztem, akkor volt ahogy humán és reál, hogy a matematikától megszabaduljak, azért mentem humánszakra. És ezt azért most is sajnálom, mert tulajdonképpen a 4 alapműveleten kívül semmit nem tudok. Esetleg mondjuk egy nézetnek a területét kiszámítom. És azt, hogy Pisserer nézet, még azt is tudom, de ezzel megállt a tudomány a matematikában. Az egyetemet, az Kolozsvárt végeztem, a Bábes-Bolyai Egyetemen, román nyelven, akkor az volt. Jobb megértés céljából azonban az ideológiai tantárgyakat magyarul tanultuk, mint például a marxizmus, a tudományos szocializmus, hogy jobban értsük, azt anyanyelven tanultuk. De az összes többit román nyelven. Na most ezt azért mondom, hogy én ezt nem bánom, hogy románul tanultam. Először is volt egy jó néhány nagyon komoly professzorom, tanárom. Mondom, hogy jobb volt, mint esetleg a magyar. Na hát így volt. Tehát többet kaptam, és ezért aztán mondjuk kétnyelvűség, tehát mind a két nyelven tudom a terminológiát, mert szponszorgalomból magyarul is nyilván megtanultam sok mindent. És ennek azért mindenit használt veszem. Tehát sokan óckodnak attól, hogy román, nagyon jó, hogy magyarul van. Nem azt mondták, Isten őrizze, hogy itt is románul kellene tanulni, de nem minden esetben van az úgy, hogy na, ha románul végezted, akkor biztos, hogy te elfelejtetted az anyanyelvet. Hát az olyan drága és olyan közel áll a szívem, hogy azt nem, hogy elfelejtsem, hanem hát igen, hogyha bejön valamilyen nagy rövidzárlatottan, akkor lehet, hogy elfelejtem az anyanyelvemet is, de csak akkor.
67-ben elvégeztem az egyetemet. Ott is egy érdekes véletlen volt, nem véletlen, de ott szükségszerűség. Jassiba mentünk, hogy elosztanak. Bukarestiek is ott voltunk, a kolozsváriak is, és a jászvárosiak is. És az 3 napig tartott, amíg az elsőtől az utolsóig eljuttak. Hát persze az első 20 hely az mindig Bukaresté volt, mert ők a 10-eseket úgy kapták, hogy ha ümögtek, akkor már meg volt a 10-es. Mi pedig nagyon meg kellett szenvedjünk a 7-esért. Nagyon meg kellett szenvedjünk. Na és akkor bementem a bizottság elé, és akkor ott volt a lista, hogy mit lehet választani. Hát azt már eldöntöttem, hogy magyar területet választok. És kértem Csíkszeredács, mondják, hogy hát azt már elfoglalták. Mondom, nem, nincs beírva semmi. Hát már akkor is volt egy olyan csal, hogy valakinek azt tartották. Nagy húzagon a mindent, kirohantam, visszahittam. A végén rádöttem egy falura, és azt mondtam, hogy na azaz. Mi az, Kürca, Karcalva, hol is van ott, valahogy Erdős, Csíkszeredács, na az jó lesz. Mondom, úgyis útgardeszka, nem maradok én ott. Hát aztán ez a Karcalva nekem olyan átmeneti lett, mint az annak idején a szovjet csapatok magyarországi ideiglenes tartózkodása, mert 43 év után is ott élek Karcalván, tudják, hogy hol van, nem messze, szívemhez legközelebb álló település, ahol mindent megkaptam az élettől, amit ember vágyhat. Hát persze, jaktom nincs mondjuk monákomnyi kikötőbe, meg helikopterrel sem járok, de ez engem sohasem érdekelt, hanem más dolgok érdekeltek, emberi kapcsolatok, a természethez való közelség, és ennyi. 43 évig oktattam a lelkes tanulóifjúságot, nagyon sok diákom, még felkeres most is, ez hihetetlenül jól esik, nagyon jól esik. 10 évig tanítottam Dulafehérvármista a liceumi szemináriumban, az egyházi liceumban. Hát mondjuk az egy magasabb szintű dolog volt, és azok közül is nagyon sokan felkeresnek, ami hihetetlenül jól esik. Ez egy olyan feedback, visszakapcsolás. Hogyha már nem törték be az ablakomat, de még meg is látogatnak, kellene egy nagyobb elégtét a tanárnak? Nem kell. Na de a tanárnak van egy nagy betegsége is, ez a lóbóre, kérem szépen, hogy a szót mondja nagyon. Másképp is szokták mondani, hogy mit csinál a szóval. Hát én köszönöm, hogy ennyit mondhattam. Egy beszél arról, hogy a gyógynövények hogy kerültek az életbe. Ja igen, hát nincsenek véletlenek, azt mondtam. A gyógynövények azok úgy jöttek, hogy 1974-ben Kolozsváron voltam otthon, mert kolozsvári születésű vagyok, és mit ad Isten, bejön hozzánk 2 ifjú Magyarországról, jönnek hátizsákkal, és csak úgy egész véletlenül a mi házunkba jöttek be, édesanyámat megkérdezték, hogy tud-e magyarul, igen, és hogy nem aludhatnának ott. Hát abban az időben nem lehetett aludni, csak időben. Az 3000 lej büntetést jelentett, tehát az azt jelenti, hogy 2,5 fizetés körülbelül, hogyha elfogtak. Hogy ott. Én olyan helyen laktam, pontosan a katonai egység mellett, mondom, hát ezt nem lehet csinálni. De hát honnan vagytok, fiúk? Hát Pestről vagyunk, és hát miért jöttetek? Meg akarjuk nézni a kolozsvári szénafüveket. Kolozsvári szénafüvek. Hát akkor ezek csak biológusok lehetnek. Hát legkevés botanikusok voltak. Na mondom, szervusztok, elő a pályunkon a barátság. És a következő évben jön egy nagy csapattal ez a 2 fiú, etnobotanikusokat hozott, hogy Csíkba végezzünk felméréseket etnobotanikából. Azt nem tudják mi az, hogy etnobotanika, tehát a néprajznak egy ága, amely azzal foglalkozik, hogy a nép mit tud az élővilágról. Az elnevezések, a szinonimák, a felhasználás, a babonás hiedelmek, amik kötődnek a növényekhez vagy állat. Nagyon izgalmas dolog. És én úgymond a Cicerone voltam, tehát vezettem őket, mert voltunk román vidékeken is, például Márosmarosban, és akkor én voltam a tolmács, ugye milyen jó, hogy az ember tud románul. És hát én is végig egész nap ott voltam velük, amíg végezték ezt a felmérést, bementünk egy házhoz, na jó napot néni, hát ismeri azt a búrját, igen, hogy nevezik, na, és ment a nagy írás. És akkor én néztem azt, hogy engem is érdekel, de nem annyira az etno része, mint inkább az, hogy ide használják a gyógynövényeket. És akkor kezdtem gyűjtögetni szakirodalmat, és felkerestem szakembereket, elsősorban Kolozsvárt, aztán Vásárhelyt, mert ottan egy nagyon komoly iskolája volt a gyógynövénykutatásnak, dr. Rácz Gábor professzor volt az atya az egésznek, aki most is él Pécsen, egy csepő
Károly, akinek a neve esetleg ismerős, csíkszeredai származású születési, most is ott van az egyetemen, Péter Mária, de eljutottam Bukarestig is, a Jászvárosba is, az Emmanuel Grigorescu professzorral ismerkedtem meg, akik rengeteget segítettek abban, hogy úgymond kezdjem elsajátítani ezt a tudományt, amit úgy nevezünk, hogy fitoterápia. Ez a tanulmány sohasem fejeződik be, ahogy mondják, hogy a jó pap is holtig tanul, hát én is ebből még mindig tanulok, mert egy nagyon nagy terület ez. De nagyon izgalmas, nagyon jó dolog. Gyakorlatilag, hogy mit csinálok, még akkor szabad ezt elmondanom. Azt, hogy tehát 89 után lehetőség nyílt arra, hogy egy papír is kapjak arról, hogy én fitoterápiás vagyok, ugyebár a papír az nagyon sokat ér, mert papír nélkül az ember nem létezik, ugyebár tudós vagy, akkor sem, de hogyha nem vagy tudós, de van papírod, akkor te vagy a nagyász, ugye? Na hát megszereztem egy ilyen posztgraduális képzést, van papírom, hogy én fitoterápeuta vagyok. Na, óriási nagy dolog, ugyebár van papírom. És ezt úgy gyakorlom, hogy gyógynövényeket gyűjtök, gyógynövényeket termesztek, és ebből különböző úgynevezett galenusi készítményeket állítunk elő. Ezek gyógyteják és tinktúrák. Ezt meg szabad csináljam én is, a már többet, hogy inekciót se tudod, csak a gyárt csinálhatja, ugyebár. És ezzel foglalkozom. Egy nagyon izgalmas dolog, mert mondjuk a természetgyógyász szat felé most nagyon nagy az érdeklődés, sajnos túl nagy az érdeklődés, és már ott is megvan a visszaélés, mert mindenkinek van most már bioárama, és mindenki kézrátéttel gyógyít, és mindent csinál. Eddig alig volt ember, most mindenki, ugye, széget nyit, és akupunktúrát, és stb. Én nem mondtam, hogy az nem jó, csak sokszor olyan sarlatánok végzik ezt, hogy nem igaz, és sok ember bepaliznak. Vigyázzanak, kérem szépen. Hogyha eljutnak, ne adja Isten, hogy terápeutához kelljenek menniek, de hogyha meghibásodik az a szervezet, akkor csak el kell menni. És hogyha gondolják, hogy az orvos nem elég, akkor lehet menni természetgyógyász, hogy csak azért meg kell nézni valahogy, hogy legyen valami referencia, hogy ez tényleg komolyan dolgozik, vagy sarlatán. De én kívánom, hogy legyenek nagyon egészségesek, és ne kerüljön sor arra, hogy akármilyen terápeuta kezébe kerüljenek. Köszönjük szépen, hogy a második szülőben. Igazából, hogy akkor most a Külő Miklós, hogy tisztelt meg kérdezni, hogy így beszélni. És már én is felállok, a hagyományt folytatva. Röviden nálunk az volt a helyzet, hogy a családban minden generációban volt egy Külő Miklós. Tehát édesapám is az, nagyapám is az, nagyapámnak a nagybátyja is az. Úgyhogy amikor az udvaron azt kiáltották, hogy Miklós, akkor, tehát így, hogy vacsorázva, vagy valamit vele kezdett jönni, akkor kérdés az volt, hogy melyik. Na, és minden generációban volt képzőművész is a családban, már elég régóta. És hát az egyik az pont szobrász volt. Csomadi falvi emlékmű a legközelebbi munkája, vagy Fehéregyházán, vagy tehát a 48-as emlékművek. És akkor kérdezték kisgyerek koromban, hogy mi akarok lenni, amikor az eszemet tudom, akkor azt mondtam először, hogy csempe rakó, mert egy mesterember éppen csempét rakott nálunk, és ez nagyon megihletett. És úgy nőttem fel egy udvaron, hogy nagyapámnak a mestersége kerekes és kádár volt, édesapámnak a másik műhelye volt, délután maszekolt lakatos munkával. Nekem szabad bejárásom volt ide. A gyalut én vágtam szegbe, a nagyapám gyaluját. Az elképzelhető, hogy az kifenni azt az éles gyalut, az mit jelent, az nem történt semmi. A édesapám úgy tette le a gyalut, hogy az éle érte a felületet, amire letette, tehát nem lefekve tette le, akkor ott meg volt a cirkusz nagyapám részéről. Tehát itt látszik a generációk közötti a viszony. És hát én közben mindig rajzoltam. Ezeket a rajzokat félretették, és akkor 5-től eljöttek vásárhelyről, és azt mondták, hogy na most visznek engemet művészeti iskolába.
amit ez alkalommal pont a képzőművész nagynéném torpedózott meg, hogy hát ebben a szocialista rendszerben képzőművésznek lenni nem egy hálás feladat. Majd halasszuk a problémát később. Halasztottuk a problémát 8. osztályig, és akkor én elmentem matematika-fizika liceumba, matematika osztályba, tehát megint halasztódott a probléma későbbre. Mindig ott volt az a Köldő Miklós, és én mindig folyamatosan rajzoltam ebbe a történetbe. Hát, mondjuk azért matematikából én tudtam integrálni és deriválni, és 100 lej akkor elég nagy pénz volt, tehát olyan 1500-2000 lej és fizetések, tehát jó fizetések mellett 100 lej nagy pénz volt, és párszor sikerült fogadáson a matematika tanártól ilyen összegeket elnyerni. És hát mindenki, tehát minden tanáron az akkori iskolából hát mindenképpen valami reál tantárgy fele tereltek. Annál is inkább, mert 10. osztályban, amikor én eldöntöttem, hogy most már is le vagyok maradva képzőművészetileg, de akkor legalább egy népítész lesz belőlem, tehát oda rajz kell, akkor ezt teljesen esélytelennek nyilvánította mindenki, mert akkor Romániában 50 hely volt egy évfolyam. Tehát gyakorlatilag egy olyan elit szakmát céloztam meg akkor, aminek szinte esélytelen volt a bejutási lehetősége. Hát egy picit segítettek ezzel az, tehát ezen a problémán azzal, hogy hát először elmentem felvételizni. Úgyhogy én a Külön Miklósnak, a Szobrásznak és Külön Margitnak és az összes, tehát így visszamenőleg a Borsos Miklós, itt Pál Gáborig, a rokonságnak, itt vagyok a tisztes képviselője. És ez, tehát ugye Munkácsi kortársról van szó. És akkor most automatikusan be kell jutnom az egyetemre. Tehát ez egy olyan genealógia, hogy ez biztosan bevisz engem az egyetemre. Hát kellett felvételizni matematikából 2 nap. Tehát egy mértan és egy algebra, tehát mindenféle kellett. De előtte kellett 2 rajzpróba legyen, és az kizáró jellegű volt, és én ezeken nem mentem azt. Tehát nem tudtam megmutatni, hogy én milyen jó matematikus vagyok, mert nem tudtam labdába rúgni. Cserébe kaptam, hát akkor ugye már az volt, hogy kihelyezték a... Tehát nem volt munkanélküli, vagy ilyesmi, megoldották a problémát, elvégezted az iskolát, akkor kaptál munkát. Hát engemet a Zsírvölgyibe helyeztek ki bányásznak. És... ha nem fogadtam volna el azt az állást, akkor sehol se dolgozhattam volna. Mert édesapám nem először életében, nagyon jó paraszti, falusi ember logikával azt mondta, fiam, itt is jobb, itthon is jobb egy pásztor, mint ott egy bányász, hogy ezt közösségben lehet élni. És az élet adott még egy esélyt felvételizni, mielőtt el kellett volna menjek bányásznak. És ezzel élni tudtam ezzel a lehetőséggel. Tehát nem volt más választás. Egyszerű. Vagy bányász, vagy hát lehettem volna bármi más egyetemet megpróbálhattam volna, hogy a katonaságtól akkor vittek volna katonának. De akkor már elég világos volt számomra, hogy én nem akarok ezen a téren kompromisszumot kötni. Na, az sikerült. Az megtörtént. Felébredtem egyedül magyarként egy teljes évfolyamon. Nem volt rossz a történet. Később kibővült az egyetem. A következő évben már 150-en voltak, és egyre többen
egyre feldúzzott az építésszoktatás Romániában. Szükség is volt rá, és talán még most is szükség van. Tehát az egykori 50, ez 600 rá lett egy pár éven belül. Tehát egy olyan léptékű váltás történt, ami valamilyen szinten engem ott katedra közelbe hozott az egyetemen, tehát az urbanisztikai tanszéken indultam el ott. Nagyon-nagyon meghatározó volt számomra az a nyitás, az a helyzet, hogy 1993-tól, tehát a 30 éves koromtól gyakorlatilag igazából kulturális turizmusként tekintettem az ösztöndíjakra, tehát a külföldi ösztöndíjakra. Ez először egy fél év Belgiumot jelentett. Hát kipróbáltam azt, hogy milyen egész héten szinte éhezni, este szaladni, azért, hogy ne érezzem, hogy milyen éhes vagyok. Mert a kicsi félretett összegből azzal mindig utaztam. Tehát, és bizony a nagy piacon, vagy a főtéren, ahol volt ott, az bizony a heti kajám áráért azért megittem a három sört is, meg ezt a hangulatot azt érezzem. És na ez, valaki egyszer megpróbálta, mi ez így hányódva utazni, tehát ezt a hányódást így teszem, hogy nem szervezve, hanem kicsit lazábban. Ugye a mesterségem is hozzátartozik, és akkor megpróbáltam megérteni, hogy mi történik Nyugat-Európában. Aztán rájöttem, hogy ez nem elég a történethez. Meg kell nézni, mi történik keleten, mert valahol a kettő között vagyunk. Kelet, ez egy teljesen másik világot jelent. És végén meg kellett érteni, mi az, ami az osztrák-magyar monarchia. Tehát mi történt ez, és mi ennek a feszes tartása, ami mai napig eljön. Tehát pro és kontra érveket fel lehet hozni. De próbáltam ezt valahogy megérteni, de ekkorra már nem az egyetemen voltam, hanem hazajöttem. Ez egy ilyen teljesen megmagyarázhatatlan döntés volt sokak számára, tehát ebből a környezetben. Tehát az egyetemmel párhuzamosan dolgoztam egy olajtársaságnak a beruházásán. Képzeltétek, hogy az hirtelen mi jelent meg az ember előtt. Tehát 96-97-et írunk. Hát volt önvédelmi mobiltelefonom. Tehát az akkora volt egy ilyen mobiltelefon, akkor ilyen zsinóron lógott, hogy azzal bárkit agyon lehetett ütni, aki között. De az volt a mobiltelefon. Tehát az ember elmegy, bekapja ez a bedarálás, bekapja az embert, hogy van szolgálati autó 2800 köbcentivel. Tehát 23 perc alatt lehetett csíkba menni Gyergyóból, úgyhogy 3 percet álltam a Rákosi Sorompónál. Igen, és az időmmel nem én rendelkeztem. Tehát még volt minden, amit el tudsz képzelni, csak éppen nem volt idő. Ráadásul, amíg bementem a munkahelyemre, a napomból elveszett további másfél óra. Azzal, hogy bementem a munkahelyre és hazajöttem. És akkor döntöttem először, hogy az idő és a pénz közül én az időt választom, és ezért hazajöttem. Volt ebben egy nő is ebben a hazajövésben, tehát ez férfi embernek gondolom, hogy ez teljesen egyértelműen és világos. Hát nehéz volt itthon. Egyrészt már ebben a mesterségben nem... Tehát van két mesterség, amihez mindenki ért. Az egyikről az előbb beszélgettünk, tehát utalva volt rá az orvoslás. Tehát azt mondom, hogy fáj a fejem, akkor biztosan a teremből is kapok 10 tippet, hogy mit kell csinálnom. A másik az meg az építészet. És idehaza tényleg a hagyományok alapján jól bejáratódott az, hogy egy hagyományos falusi házat felépíteni nem kell építész.
Na most az orvossal az a helyzet, hogy legfeljebb azt mondja, hogy a műtét sikerült, csak a páciens nem élte túl, és az elássák, de az építésznél egy kicsit nehezebb, mert ha nem jó az a dolog, ami megépül, akkor nem tud más tanácsolni a megrendelőjének, hogy valami sűrű zöld növényzetet futtasson fel a homlokzaton, hogy az ne látszódjon. Visszatérve a belgiumi évekre, tehát a fél évre, és aztán azok a nyugati évekre, amiket így az ösztöndiakból összeszedtem. Hát én nagyon hamar lemondtam arról, hogy én épületrestaurálással foglalkozzak. Az építészeten belül is egy olyan komplex történet. Ugye ez az építészettel az a baj, hogy a mérnökök azt mondják, hogy hát ez egy félre sikerült valami az építész, mert csak hogy a dalomát tudja a mérnöki munkának. A művészek megint azt mondják, hogy hát ez egy gyenge művész, mert mi azért jobban rajzolunk, tehát nincsen ideje. Valahol nem így van a történet, tehát hirtelen az építész az, mint egy karmester. Tehát össze kell fogjon egy csomó szakágot, és az a kép a végén, ami kijön az egész történetből, ő fele. Tehát majd ő dönti el, hogy kellett repként futtatni, vagy nem, vagy el kell költözni a vidékről. Na, hát én nem akartam restaurálással foglalkozni. Ez az őszinte beszél, tehát valamire próbáltam kényelmesebbé tenni az életemet. És amikor bejutottam az egyetemre, és ezzel a nagy hátszélvel, hogy Köllőn Miklós, akkor Köllőn Miklós négyzeten, persze, azt mondtam 20 éves fejjel, hogy 30 éves koromban nagyon híres építész leszek. Eljött a 30 év, és azt mondtam, hogy hát 40 éves koromra jó építés leszek. Eljött a 40 év, és azt mondtam, hogy 50 éves koromra építész leszek. Mi történik? Elvégeztem az egyetemet. És az akkori rendszerbe aláírtam mindent. Tehát rakétakilőbe állomást is tervezhettem volna. Azóta tényleg folyamatosan tanultam, tehát ez mindig benne volt az életemben, hogy nem egy dologgal foglalkozok egyszerre, és akkor gyűltek hozzá az kompetenciáknak nevezzem, hogy foglalkozhatok területrendezéssel, műemlékrestaurálással, egy csomó minden így van, és mindig valahogy szerencsém volt az életemben. Amikor éppen műkedvelő szinten zenéltem egy régi zene együttesben, hát akkor valami olyan pályázott a Román Rádió zenekar, hogy blokkfőtések kellettek, és pont nem voltak. Ott voltam Bukarestben, és akkor egy nap betoppan Bács Lajos, a karmester, és mondja, hogy neki kéne blokkfőtés. És mondtuk, hát mi azt a szintet egyáltalán nem. Tehát ne is gondolkozzon ebbe a történetbe, tehát ez egy ilyen hirtelen hátralépés lett volna. De azt mondta, hogy nem, játsz csak el azt. Egyszerűen tanulnám. Nagyon valami egyszerű. Na tőled ezt várom, mert majd beintem, hogy mikor a történet. És a nagy szakmai leckéket, azokat nem a szakmabeliektől kaptam. Hanem a nagy szakmai leckéket mindig kívülről kaptam, és csak utána kellett elgondolkozzak azon, hogy ezt a szakmámban is meg lehet ezt a történetet csinálni. És akkor teljesen amatőrként felébredtem a kölcsönöztek frakkot természetesen. Arnolddal pont együtt, Macadik Arnolddal, az Ernő bácsi fiával. Felébredtünk a Román Rádió zenekar színpadán. Monteverdi, Vesprodella Beata, Virginie. A szóló blokkfőte, hogy hívják, kellett játszani ott. Hát ha nem lett volna az az egyszerűsége Bács Lajosnak, és az a módja, hogy elhitette velünk, hogy ezt meg tudjuk csinálni, úgy ez nem működött volna egyáltalán. Kellett egy adott optimizmus, hogy itt akkor ne felhagyni ezzel a mesterséggel. Ugyanakkor
Vannak holt vágányok is ebben a történetben. És amíg a nagyleckéket szakmán kívülről kaptam, és nem nagy veszteséggel, hanem mindig valami élvezet társult ehhez hozzám. Másik ilyen nagylecke az a lovaglás. Ez 32 éves koromban fájt a hátam sokat, mert hát mindig görnyedtem el az tábla fölött, akkor számítógép. Az kevesebb volt. Elmentem az orvoshoz, és csináltak egy hátgerinc röntgent, és azt mondták, hogy én ne lovagoljak. Tehát felsoroltak egy pár dolgot, amit nem szabad csinálni. És másnap kimentem, ismerősemhoz lovardája volt, hogy te, mi az a lovaglás, gyere, tegyél csak. Én addig ismertem a kollektív lovakat, rúgtak, haraptak, tehát gyerekkoromban így nőttem fel. Tehát az valahogy valami azt mondtam, hogy ez közel nem lehetett menni. És akkor egy délutáni lovaglás az most már 10 év hagyományőrzéshez vezet, amelyeknek voltak olyan pillanatai, amíg nem volt annyira intenzív. Ezzel szeretném aztán bezárni, mert egyszer úgy döntöttem, hogy az idő és a pénz között kell döntsek. Azt megdöntöttem, ezért most se időm, se pénzem. Nem, tehát ez lett belőle a történetből, se időm, se pénzem, mert annyira szétforgácsolódott az időm, hogy kellett azt is csináljam, kellett azt is csináljam, kellett azt is csináljam. Közben tanítottam a művészeti iskolában, Csíkszeredában 8 évet, építészeti osztályt. Nagyon jó eredményei vannak azoknak a gyerekeknek, akit onnan készítettünk fel. Nézték is, hogy mit csinálunk azzal az iskolával, hogy azok az eredmények. Renault-nál formatervezési díjat nyert az egyik srác, aki onnan került ki, tehát ebből a csoportból. Na ez egy történet. Csak éppen ez, akkor már 3 gyerek volt odahaza. És ez a történet, ez pontosan egy napot jelentett az életemből, plusz egy éjszakát nem otthon, mert akkor már Csomagfalván laktunk. Tehát kialakult Gyergyóban az irodám, és ez nem volt ő az a történet. Kicsi fiam az úgy rajzolt le, nem a kicsi, a középső, de akkor kicsi volt. Tehát azért mondtam a kicsit. Ő úgy rajzolt le, hogy lerajzolta a házba az alsó szinten hármójukat, a gyerekek, akik játszanak nagyon jól, egy szinten fennebb a tetőtérben. Lerajzolta az anyukat, amint port törül, és egy füzetbe rajzolta, és engemet lerajzolta a következő oldalon. Tehát ez radikális lépésre kényszerített engemet. Tehát addig tényleg bent voltam minden időben bent voltam az irodámban, és néztem azt, hogy szakmailag hogy lehet csinálni, mit lehet ezt csinálni. Hát jöttek a nagy felismerések, hogy Székelyföldön van székelyház, és akkor székelyházat kell csinálni modern módra, mert hát nagyon sokan dolgoznak exportra innen, Svájcba, mindenki. Schumachernek a házat Csomagfalvi csak csinálták, ez jelenik meg. És akkor kell legyen egy modern székelyház, és akkor elég sok energiát önképzőműhelyekben, még ilyenekben befektettünk. És csináltunk típus házat is. Amikor a Zsákutcákról beszéltem, akkor arról is beszélek, hogy az életemben eltöltöttem 3 évet azzal, hogy jó, modern székelyházat csináljuk. És akkor úgy húztam ki a történeteket. Tehát az építészet az mindenképpen arról szól, a rajzolás és a mérnökösség és a mindenféle mellett, hogy nagyon hasznos dolgot, nagyon pragmatikus dolgokat kell az embereknek letenni. Mert az élet az egyszerű dolgokat kér. És 3 év után rájöttem, hogy új házat építeni Erdélybe, és főleg értelmiséginek, hát ez erkölcsi csőd. Tehát én 3 évig azon dolgoztam, hogy támogassak egy olyan történetet, ami zsákutca, amit nem szabad megcsinálni. A házaknak 5%-a romos állapotban van. Nézzétek meg a népszámlálásnak az adatait, hogy hány ház áll üresen. Ha ezt nem tudjuk eltartani, akkor minek olyat építeni? Történet arról szól, hogy megörököltünk valamit, van egy örökségünk,
Ezt én nagyívvel elhajítottuk, mert azt hittük, hogy egy gazdasági bumba sokkal jobbat tudunk csinálni, és nem tudtuk tovább gondolni. Tehát 20 év kellett ahhoz, hogy az építészet és a politikum tudjon alternatívákat nyújtani annak, ami történt falvakon. Nem rossz szándékból építettek az emberek, csak pontosan azt a hagyományt, amit én nem tudtam dolgozni építészként, mert nem volt szükség építészre, mert mindenki építész, mindegy, mindenki orvos, csak nem a jól bejáratott hagyományos modellek mellett, hanem új, kitalált, felfut, kacsalábon forgó várak mellett, amik rossz építészet, faluképileg is, minden téren, hát ezek mellett az egyedüli és jó történet az a restaurálás. Tehát akarva, akaratlanul oda kerültem vissza, hogy azt csinálom, amit annak idején eldöntöttem, hogy nem fogok csinálni, mert az annyit kell tanulni. A másik dolog az az, hogy visszatérek oda, hogy egy udvaron nőttem fel nagyapámmal, aki kerekes és kádár volt, és mondta, hogy ez a fa arra való, ezt a fát így kell beletenni, azt a fát úgy kell beletenni. Kölyökként én nem is tudom, ezeket hol szívtam fel, csak egyszerűen egy idő után, amikor foglalkozok fával és ásmesterséggel, akkor jönnek elő ezek a dolgok. És olyan szinten jönnek elő, hogy fával foglalkozó cégekkel vitatkozunk, és visszabontatunk munkákat azért, mert alapvető dolgokat, amiket a fa, ahogy természetesen viselkedni akar, a természete szerinti viselkedést, nem veszik figyelembe, azt mondják, hogy a technológia az megoldást jelent erre a történetre. A technológia jelent megoldást, de ha a természetes gesztusait a fának figyelembe véve, sokkal többet jelent, vagy ugyanazt az eredményt kevesebb erőfeszítéssel lehet elérni. Tehát jelen pillanatban érdekelt vagyok mindenféle olyan közösségfejlesztési történetben, amely köztes technológiákról szól. Tehát nem csúcs technológia, ami méregdrágán sok pénzt költ el egy munkahelyért, és radikálisan ki kell törülni azt a történetet, amit tudunk, hanem ami arról szól, hogy kevesebb pénzből, több kézi munkával a hagyományos tudásunkat tovább gondolva mára, mert nem azt az utat kell követni, amit az ősök követtek, hanem azt, amit követnének ma. Még egyszer elmondom, hogy tisztább legyen, nem azt kell követni, nem az ősöket kell követni, hanem amit az ősök követnének, vagy követtek, vagy követnének ma. Ezt a történetet kell megnézni. Ez egy nem könnyű történet, de ennek a történetnek az a része, hogy próbáltunk partnerszervezetekkel közösen olyan képzéseket indítani, amelyekkel hogy lehet egy házat hagyományosan felújítani. Ez nem az építkezés, ami a kereskedőkről szól, mert ők téglát adnak el. Meg kell nézni azt a történetet, hogy a faházgyártók faházzal kereskednek, évszázados hagyománya van, de téglaházakban laknak. Mi ennek a történetnek a hitelessége? Ezeket, tehát amikor itthon néz, akkor teljesen más elvek vezérelnek, legalábbis engem, mint amit Bukarestbe vezényeltek. És ehhez el kell tudni választani a vágyakat a szükségtől. A vágyakat úgy tudom elmondani az, ami a tévében elhitetnek veled, hogy kell neked. És a szükség, ami tényleg kell. És a kettő között nagyon lényeges különbség van. És ha azt kérdezitek, hogy sikeresnek tartom magamat, hát a szükségleteimet és a családom szükségleteit ki tudom elégíteni. És van egy 12-14 fős iroda, akinek gyakorlatilag tagja vagyok, és nagyon jól együtt tudunk dolgozni egy közösségbe. És ez egy nagyon jó történet. Ha azt kérdezitek, hogy helikopterem vagy ilyesmi, akkor az nincsen. De naponta készítek sajtot, gyerekekkel közösen, a házi tejből. Ha nem sajtot, akkor joghurtot, ha nem, akkor tejfölet. Dolgozom a kertbe,
Tehát ezt nem lehet kikerülni, tehát azt az érzés, hogy elültetsz egy ekkora magot, és bezverve paradicsom, ekkora, és le tudod szedni. Ezeket a dolgokat meg kell tapasztalni, mert szervesen együtt van az egész történelmünkkel, és akkor én nagyon hamar be akarom fejezni, és több szót nem is kérek, de most meg 2 percet kérek a történethez. Ez arról szól, hogy el kell hinnetek, hogy Székelyföld kultúrtáj. Ez így meredek. De mondjatok egy olyan várat, amelyeket 2 nap még lehet védeni Székelyföldön. Nem tudtok, és nem az általános műveltséggel van a baj, hanem nincs. Tehát el kell fogadni, hogy a táj működik bárként. A település szerkezet az teljesen sajátos a 10-esek szerint, mert alszeg nem épültek be felszeggel, és ha alszeg leégett, akkor a dokonok felszegbe áttelepülve kaláka segítségével újraépítették a leégett szeget. Még akkor is a tatár gyújtotta fel. Ha meg nem volt érdemes, akkor építettek egy új falut. Van itt is, van a Kászonokban is, van mindenkit. Létezik székelyház. Típus. Szakirodalom írja. Az, hogy ez fából épült, ez egy külön gesztus ennek a történetnek, mert ezek kis nemesek voltak, és amikor megtiltják a fahasználatot a jogvágyoknak és a parasztságnak, nekik nem szólt a történet. Tehát ez a sajátosság tovább jött. Létezik székely ruha. Most erről nem akarok beszélgetni, hogy az van megszőve a szoknyába, amit látnak az orruk előtt, és a festékes szőnyegek, azok pontosan úgy néznek ki, mint most a légi felvételeket, amiket megnézünk, és van, tehát, és a festések színek. Tehát olyan szervesen van együtt ez a történet, ahol nagyon kevés helyen van ebben a történetben, tehát itt biztosan nem kell fizetni, hogyha ez normálisan, rendelgetésszerűen lehet dolgozni, és ennek az építészet nagyon fontos része ennek a történetnek. Mit csinálunk mi ebbe a tájba? Tehát mi panaszkodunk az, hogy itthon nem lehet megélni, de nézzük meg, hogy miket csináltunk. Lecsapoltuk a tőzeglápokat, ami ugyan rossz minőségű szénát eredményezett, de elég jó minőségű sarjút eredményezett, és ezt szárazság esetén is produkálta. Ezt a történetét nem beszélünk az élő világáról, ami ott volt, ami történt. Ma azzal szembesülünk, hogy nem tudjuk a tüzeket oltani el, és sivatagosodást gyártunk. Az erdőinket, a közbirtokosságokat, meg mindenféle, megint egy társadalmi intézmény, ezt csak a légfelvételeken kell végignézni, hogy mi történt. Van egy pici visszafordulás, úgy érzem ebben a történetben, amikor azt mondtam, hogy azt szőtték meg az emberek, amik az orruk előtt volt, akkor ezt a cándra és mothegyeket, tehát az a vékony széldeszka léc, az a cándra, az nehéz megszűrni, mert ilyen nem lát az ember, tehát valamilyen szinten feldolgozzák. Még mindig azt hiszem, hogy nagyon sok rossz stratégia van az életünkben, mert minden fafeldolgozó maximális szintre próbálja eljutatni a peret és a briket gyártását, ezzel további terheket lóva az erdőre, de ugyanakkor fűrészpor nélkül hagyva a városnak a fűtését, ami erre van berendezkedve, és akkor egészen máshonnan kell hozzá ezeket a dolgokat. Tehát én azt hiszem, hogy az irodám ezt erre tanított meg, hogy az egyéni munka helyett a jól átgondolt közösségi munka az, és a kaláka, az egy nagyon fontos történet ahhoz, ha itthon akar az ember élni, és ezt nem lehet közösségi gondolkodás nélkül tenni. Tehát én ezt hiszem, ezt vallom, aztán lesz lovam, persze a történetbe tovább, és megy az élet előre, mert észszerű számításokat csinál az ember, hogyha az asszony lovagol, tehát a feleségem, a 3 gyerek lovagol, akkor kiderül, hogy a lótartás az olcsó. És amikor azt mondtam, hogy 50 éves koromra építész leszek, akkor azt is mondtam, én csak 8 órát akarok naponta dolgozni irodai munkával, és ez a határ, akkor teszem le a ceruzát. Ez egy nagyon fontos döntés volt életemben. Addig voltak ilyenek, hogy Magyarországról vagyok itt, este 8:30-kor megy a vonatom, 8 órakor tudnánk-e találkozni. Valami nagyon fontos dolog volt. És mondtam, igen, természetesen, amely az a 8 óra, reggel 8, és délután 4 óra között van. Hát de értsen meg, hogy ő kell menjen el. És
Mondtam, hogy bocsánat, értse meg, nekem ennyi időm van erre a történetre, és utána van, hát utána mit csinálok? Hát van a család, ez a történet. Tehát ez a két dolog van most az életemben. Van napi 8 óra a felelős munka, és van másik idő, amelyik otthon vagyunk. És ez abszolút ez a történet, ez így van, ahogy szent. És egyszerűen rájönnek, hogy be tudnak ők is illeszkedni ebben a... Tehát tud 4 előtt 5 perccel időt szakítani, hogy 4 után 5 percig bejön az irodába beszélgetni. Ez egy nagyon fontos történet, amit látni kell. És még egy nagyon fontos történet, az a hétvégének a szabadsága, ami megint itt kell tagítani. Kliens, szia! Tudom, hogy hétvégén szabad vagy, ugye csinálsz nekem egy skiccet. Jó hétvégét! Már még tudtam, mit mondtál? Tehát az, hogy én dolgozok, lehet, hogy élvezem, amit rajzolok, és persze azért tudom ezt csinálni ilyen régóta, mert mindig élvezem. Minden kihívás, minden megnagy, ez egy másik történet. Hogy ne élvezne az ember? Csak nem hétvégén. Én nem a történet nem itt záródik, hanem a történet ott záródik, hogy este 10:30-kor szól a telefon. Biztosan azt akarta nézni, hogy én dolgoztam, vagy nem dolgoztam. Ebben a történetben, hogy akkor halad ő, vagy nem halad. És nem vettem fel a telefont, bocsánat, szombaton este, abban az órában az elképzelhető, hogy... De vasárnap reggel 4:30-kor visszahívtam. Bocsánat, én... És tényleg korán szoktam feküdni, tehát most a gyerekekkel korán lefekszünk. Bocsánat, én korán fekszek, és korán is kellek. Biztosan nagyon sürgős volt, amit nem tudta, hogy hol van, de többet nem volt hétvégén munka. Tehát nagyon sokat az ember így, nagyon sokat tapasztal ebből a történetből. Az irodám az úgy van felépítve, és ezzel zárok, az irodám úgy van felépítve, hogy nem nekem szól ez a történet. Valamikor voltak építész műhelyek, amiben a tehetséges fiatal belenőtt és vitte tovább. Így van elgondolva a történet. Tehát ezért mondtam a közösségi szemléletet. Én legalább annyit tanulok a fiataloktól, mint amennyit tanultam akkor, amikor az egyetemen voltam, és mondtam, ilyen zsákutcákban nem szabad belemenni, és akkor jött a másik egy olyan megoldással, hogy csak néztem, hogy ez honnan vette elő. Tehát mindig megvan ez a rendszer. És köszönöm azt a lehetőséget a sorosnak, hogy Gyergyószent Miklóson dolgozhatom, Csomafalván élek. Van egy másik Ölő Miklós, aki szintén rajzol. Most az idejemet rá kell szánnom, hogy amikor kiáltják, hogy Miklós, most is 3 Miklós van az udvaron. Tehát úgy, de meg csak ez a modell megy tovább, van a családi modell. Ha mi valahova el kell mennünk, akkor a gyerekek azok átvakulódnak a szülőköz. Tehát végül is nagyon sok nyeressége van annak, hogy egy ilyen egzisztenciát választottam és felmélek. Még akkor is, hogyha ezt anyósom nem teljesen érti meg, mert anyósom ugye egészségügyben dolgozott, és akkor ő faluról azért ment be városra, mert ott mindenféle teljesen megvolt a tömbházban, meleg víz is volt, tisztaság is volt, higiénia is volt, tényleg orvosi környezetben dolgozott, és kicsit nehéz felfogadni egy generációs nézőközönség, vagy nézőpont, hogy mindez megvan most jelen pillanatban falun. Csak annyi különbséggel, hogyha a gyerekeket ki kell csapni, akkor nem egy 1/2 órára lehet kiengedni, és nem 5 óra a készülés jelent, amíg az emeletről lecipeli a rollókocsit az ember, amíg visszacipeli minden, hogy hívják, hanem jól nyugodtan ki lehet csapni, legélni. Nyakig ott vannak az udvarban, nem betegek, hál' Istennek. És egyszerűen ezek a kereteket sikerült kirajzolni magamnak. Valahogy a rám bízott építészeti feladatokat is. Kezd kialakulni a Gyergyói főtérnek egy olyan tartása, és a köztérnek, aminek a vízióját azt hát olyan jó 12 éve vízióként megjelent. Az fontos az, hogy mindig képe legyen az embernek, hogy merre akar haladni, tehát egy célja. És akkor tényleg segítséget jelent, hát szakmában, hál' Istennek, publikálnak,
itthonról is el lehet menni. Tehát nem igaz, hogy lemondtam mindenről az egész történetről, mert ha van Bukarestben egy jó színház, akkor de megyek is megnézem. Tehát őszintén mondom, ez hozzátartozik az életemhez. Nem tudtam elszakadni a nagyvárostól, de én nagyon jól el vagyok. És miközben folyik ez az egész történet, azelőtt hát fiatalon bizonyítani akartam, tolonga, ordít az ember, most próbálok egyre halkabban beszélni, meg se szólalok, csak hogy mutatok egy dolgot, és se. Nem tudom, tehát az idő telik, és a becsület fogy. Hát ezt tudom mondani. Köszönöm szépen.